Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Szili Katalin, a volt házelnök asszony, aki napjainkban a miniszterelnök külön megbízottja. Kezi csokolom, szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok önnek is, és a kedves televízió nézőknek. Elnök asszony, nehéz órákat élünk meg, és valamiért én megpróbálok minden politikai párttól független lenni, és a saját utamat járni. De a nehéz helyzetben mindig nagy fegyelemre és gyors döntésekre van szó. A mai lapok, én úgy érzem, már mindenkinek a saját joga hogy érezni, hogy amikor Magyarországot, vagy akár annak a parlamentjét, vagy a miniszterelnökét állítják pellengérre, akkor azt mondom, hogy inkább saját házuk táján csinálják, és csinálják jobban. Mi az ön véleménye erről? Tényleg van-e ilyen beszély, hogy nem lehet a parlamentet összehívni? Tényleg, ha az ellenzéki pártok úgy érzik, hogy a kormány túllépte azt, ami erkölcsileg megengedhető, akkor tényleg nem lehet összehívni a parlamentet és szavazni erről? Az a helyzet, szerkesztőség, meg, hogy először én is köszöntsek mindenkit, és jó reggelt kívánok ezekben a napokban, amikor egy picit időnként úgy érezzük, hogy lelassult az idő, mert óhatatlan az ember sokkal több időt tölt otthon. Több ideje van arra, hogy elmélázon, elgondolkodjon erről az egész világról, amire remélem még visszatérhetünk néhány gondolat erejéig. A kérdésére válaszolva, én meg kell úgy mondjam, hogy csodálkozva a televíziónak a közvetítéseit, amelyek erről az egész törvény meghozatala körüli vitákról szóltak, és bebizonyosodott az, hogy egyrészről szükség van arra, hogy ebben a kicsit világmegrengető időkben összefogjunk. Ki gondolta még akár fél évvel ezelőtt is, hogy egy ilyen világot fogunk megélni. Én sem gondoltam, hogy valaha még egyszerűen a szeretteimmel, szüleimmel, gyerekekkel nem találkozhatom, hogy egyszerűen arra leszek, és arra leszünk mi magunk is itthon kényszerítve, hogy úgy mondjam, hogy egy picit elgondolkodjunk a saját világunkon. És nagyon érdekesek voltak a megnyilatkozások a törvény megalkotását megelőzve, mert sokakat hallottam, akik azt mondták, hogy ilyen időszakban igenis fegyelemre van szükség, mindenki azt várja, hogy a kormány segítse, hogy tegye meg azokat az intézkedéseket, amelyek egyrészt a fertőzés minimalizálását jelentik, ugyanakkor másik oldalon meg nem segítették ahhoz a parlamentben a kormányt, hogy ezt minél előbb megtegye, hiszen ez nem gyerekjáték, amiről most szó van, ez egy rendkívül komoly helyzet, ezt a világ is láttatja. Tessék megnézni, mi van Olaszországban, Spanyolországban. És nagyon érdekes, mert beszélt napokban egy csíkszentdomonkosi ismerősömmel, aki fölhívott. Ugye régebben mindig azt szokta mondani, hogy hogy vagytok Katalinti otthon Budapesten, a kormányban. Hát most inkább azzal hívott föl, hogy azt kérdezte, hogy hát hogy vagytok ebben az időszakban, mert ők is érzékelik, hogy mi történt. És nagyon érdekes volt, mert ő azt mondta nekem, hogy figyelj, láthatóan ott, ahol a liberális, inkább a liberális eszméket való és neoliberális eszméket való országok vannak, ott sokkal nagyobb a katasztrófa, mint amilyen egyébként az összes többiben, ahol tényleg fegyelemmel és egy eredőjű irányítással igyekeznek megtékezni ezeket a problémákat. És hozzáteszem, hogy ugyanaz az ellenzék, amelyik naponta tesz föl kérdéseket, hogy a szájmaszkokkal, a lélegeztetőgépekkel, stb. Kapcsolatban, jól lehet, nyilván ez is a dolga, ugyanakkor a másik oldalon meg, és azt várja, hogy konkrét és fegyelmezett és egyeredőjű döntések legyenek, a másik oldalon meg igyekszik ettől megfosztani a kormány. Tehát gyakorlatilag kivenni azt az eszközt a kezéből, ami egyébként ahhoz kellene, hogy valóban a lehetőség szerint a környező országokban és az egész Európához viszonyítva is igyekezzünk megóvni a magyar állampolgárokat. Tehát én azt gondolom, hogy ha már főszerkesztő úr arra sarkalna, hogy
megalkotásról mit gondoljak, akkor én az ellenzék helyében hozzájárultam volna ahhoz, hogy megtörténjen minél előbb ennek a jogszabálynak a megalkotása, ami lehetővé teszi a kormány intézkedését. És nagyon jól látható, hogy az elmúlt esztendőkben sem bizonyosodtak be azok a rémhírek, amiket terjesztettek külföldön, akik egyébként ugyanezzel a gonddal küzdenek, és számomra elég sajátságos, hogy Magyarország irányába próbálnak meg kritikát gyakorolni, ahelyett, hogy egyébként a saját országaikba segítenék azt, hogy ne ezrek legyenek naponta azok ám, akik elhunytak ettől a fertőzéstől. Ön, mint házelnök, ezekben a pillanatokban szeretne házelnök lenni? Hát én már azt gondolom, hogy egyáltalán nem. Tehát ez egy jó kérdés. Nyilván nem. Én egyébként egyszer Kövér László elnök úrnak is mondtam, hogy elnök úr sokkal, hogy mondjam, türelmesebbnek látszik fönt a pulpituson, mint ami esetleg, ami magatartást én tanúsítottam volna. Egyébként abban az időben, amikor én házelnök voltam, egészen más volt az ellenzék. Megéltem egyébként olyat is, hogy a volt pártom volt a kormányom, meg azt is, hogy ellenzékben, hiszen elnököltem alelnökként még 98 és 2002 között sem, de soha nem volt ilyen fegyelmezett annak idején az ellenzék, mint amit ma érzékelünk. Értem. Gondolom, hogyha ott ül a könyvespolca előtt, akkor nem csak a mi kedvünkért ült be a dolgozószobájába, hanem dolgozik, ha jól értem, akkor a 30 évvel ezelőtt történteken. Igen, készítünk egy összefoglalót, nyilván ugye az autonómia ügyek az elsődleges feladataim, de nem tudok elvonatkoztatni, ugye, hogy ez a kérdés vonatkoztatható el a nemzetpolitikától. 90 óta eltelt időben végigvesszük azokat a törekvéseket, melyek egyrészt az Európai Unióban a kisebbségek irányába határozatok, különböző állásfoglalások születtek, tehát van egy nemzetközi kitekintés, ugyanakkor egy összefoglalót készítünk arról, hogy a határon túli közösségeinknek milyen elképzeléseik voltak és vannak ez időtájt, illetőleg az elmúlt 30 évben, és nyilván nem fogok tudni attól sem elvonatkoztatni, hogy foglalkozunk azzal, hogy mit gondol az ifjúság erről az egész kérdésről ebben a ma eléggé átalakuló és változó Európában, ahol a szubszidiaritás az egyik legfőbb alapelv. Úgyhogy most a Nemzetpolitikai Kutatóintézettel készítettünk egy olyan felmérést, ami ennek a mély elemzését végzi. Remélem, hogy visszakerül minden a rendes kerékvágásba, és ez a figyelmeztető jel, amit kaptunk itt a világ, hogy ne fogyasszunk 1,7 bolygót, ez lecseng és elmúlik, és sokkal inkább egymásra fordulás lesz az emberek között a jellemző. Bízunk benne. Használjuk ki, hogy itt van a képernyőn. Ön pécsi polgár, és most otthon van. Adjon nekünk egy gyors összefoglalót, mi a helyzet Pécset, az utcák tele vannak-e, az üzletek nyitva vannak, mit lát? Az a helyzet, szerkesztő úr, hogy én bevallom, hogy én nem nagyon voltam kint az elmúlt két hétben. Igazából leginkább itt bent veszem a teendőmet, a férjem, aki hetente kétszer jár, és szüleinket ellátja élelmiszerrel, számukra bevásárol, hiszen ők mind a 80 fölöttiek, 85, 88 és 83. Elsősorban őket óvjuk, hogy ne menjenek az utcára. Hogy férjem beszámolt róla, fegyelmezett mindenki, mert azért a boltokban tényleg csak a 65 év felettiek járnak, kevesen is vannak az utcán. Én azt gondolom, hogy az, amit sokszor hallunk, ez az egyéni felelősségvállalás, ez is most nagyon fontos, és igazából próbáljuk meg ennek az egésznek a jó oldalát látni, hogy hogyan tudjuk ezt a számunkra egy kicsit lelassult időt, aminek a vége nem látszik, és talán ez a legborzasztóbb benne, kihasználni arra, hogy itt a tavasszal kicsit a lelkünkben, a környezetünkben rendet teszünk. És mindjárt itt van a keresztényeknél húsvét, a zsidóknál a Pészak, kivonulunk Egyiptomból, mindenki emlékezik, és egy kicsit magába száll, hogy megnézi, hogy hogyan tovább.
És így van, és remélem, hogy a húsvét mindannyiunk számára elhozza a feltámadást. Hogy egy új világ, mert szerintem a világ már nem lesz ugyanaz, ami a vírusfertőzés előtt volt. Ez azért nem csak kormányokat, mindannyiunkat arra késztet, hogy egy új világot építsünk, ahol lehet, hogy az informatika egészen más szerepet kap, mint az előtt volt. Sokkal inkább az emberek szolgálatába tudjuk állítani. Észreveszünk azt, hogy sokkal kevesebbet kell fogyasztanunk, egészen másként kell átalakítanunk mindent. Szerintem ez egy figyelmeztető jel volt mindannyiunk számára. És lehet, hogy demográfiailag is rendbe jövünk, hisz szakemberek szerint hatalmas gyerekboom következik, és ugye önnek az alapszakmája az jogász, és biztos a vállóperes ügyvédek is nagyon elfoglaltak lesznek, hisz hetekig bezárva lenni két embernek az biztos nem könnyű. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Áldott kellemes ünnepeket kívánok. Köszönöm, áldott ünnepeket kívánok a kedves televízió nézőknek is, és azt kívánom, hogy mindenki fogadjon szót, és tényleg próbáljuk meg együtt ezt az időszakot úgy átélni, ami mindannyiunk számára egy új épülés lehetőséget is hozza. Köszönöm És akkor szépen. Itt az új világba találkozunk legközelebb. Kezicsókolom. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában dr. Szili Katalin, a ház volt elnöke és a miniszterelnök megbízottja, volt stúdiónk vendége. Most előzetesek, és következik Szabó György, a Büszke Magyar Zsidó, a Magyar Zsidókség Közalapítvány elnöke. Vele fogunk a gyors intézkedésekről, a pályázatokról, és nem utolsó sorban a heti szakaszról beszélni. Tartsanak velünk!